A nyáron energetikai korszerűsítésen esett át a II. János Pál Katolikus Általános Iskola BEM úti épülete. Akkor az intézmény nyilászárait, radiátorait cserélték le, illetve külső hőszigetelésen is átesett a ház. Most ennek megkoronázásaként hálaadó szentmisét rendeztek az ívúti Szent Kereszt felmagasztalása templomban, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált. Összegyűltek az iskola diákjai és pedagógusai, más egyházi fenntartású intézmények képviselői és a városvezetés is, hogy közösen élhessék meg ezeket az ünnepi pillanatokat. A mise után Kocska Ágnes igazgató mondott beszédet, majd a tanulók verses zenés produkcióval kedveskedtek a jelenlévőknek. A jelenlévők elénekelték közösen a himnuszt, majd átvonultak a felújított intézmény elé. Az egri érsek itt áldotta meg az iskola épületét. Áld meg ezt az épületet, és áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal felújították ezt az iskola épületet. Add, hogy soha se halljon ki szívükből az önzetlen felebaráti szeretet és áldozatkészség, ne feledkezzél el jóságukról, és egykor kapják meg jutalmukat nálad az örök üdvösség honában. Áld meg mindazokat, akik itt tanulnak és tanítanak, segítségért hozzád folyamodnak, hogy mindig megnyerjék az óhajtott támogatást, általad, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az iskola megszentelése után az igazgató körbevezette a vendégeket a megújult tantermekben. Az érsek örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez az iskola is, mint a többi, szülői döntések eredményeként került az egyház fenntartása alá. Elmondása szerint az egyház mindig feladatának érezte, hogy részt vegyen az új generációk nevelésében, az életre való felkészítésében. Ennek szellemében már ő sem először jár városunkban. Kocska Ágnes igazgató mindig szeretettel és tisztelettel fogadja az egyházatját. Az öröm tetején a legnagyobb öröm, hogy ez most már a második alkalom volt 3 évben belül, hiszen a tavaly évben a bemúlt 8 szám alatti székhelyünket, most pedig a mi kedves Bartók épületünket is sikerült megszépíteni és megújítani, és érsek atya áldásával pedig nagyon nagy öröm a szívünkbe, hogy a gyerekeink megújult környezetbe, megszépült környezetbe, egészséges környezetbe tanulhatnak. Az iskola valóban üdítő látványt nyújt a belépőknek. A diákok is sokkal nagyobb kedvel vethetik bele magukat a tanulásba az intézmény falai között. A létesítmény megtekintése után a vendégek egy közös ünnepi ebéden vettek részt.